akkor az orrukban vezetők. Az orrukban vezetők. Miért nem akarnak beismerni? Miért nem akarnak beismerni ezt a tényt, hogy iszlámról van szó, nem terrorizmusról van szó? És a bizonyíték, ez a bizonyíték, amit senki nem tud tagadni, az amerikaiak nagyon ostobák, és az amerikaiak alakítottak bizonyos retorikát, és az európaiak követnek az amerikaiakat, mint a májmok. Az amerikaiak ezzel kezdenek mondani, minden terrorista támadás után, minden disznóság után, hogy az iszlám ártatlan. Amikor történt 2001-ben a New York-i támadás, akkor mondta neked, Usama, meg kell ölni Usama. És hiába kiabáltam, hiába írtam, hiába érveltem, hogy nem Usama-ról van szó, iszlámról van szó. Nem Usama. Usama a gonosz, Usama a sátán. Egyébként Usama nagyon kedves ember. És fogok mesélni önöknek, miért mondom ezt. Nagyon kedves ember, de beteg. Muzulmán, aki hiszi az iszlámban, ezért is csinált, amit csinált. Akkor amerikai kezdenek mondani, Usama, sátán, Usama gonosz. Meg kell ölni Usama. Megölted Usama. Mi történt? Megszűnt a terrorizmus? Usama helyett lett Yasin Sheikh. Megölted Yasin Sheikhot. Yasin Sheikhot helyett lett Salah Abdeszalem, megöltad Salah Abdeszalem. Helyette lett Yasser Arafat, megölt Yasser Arafat. Miért? Ezért az iszlám újra és újra és újra és újra és újra kitermeli a terrorizmust. És ezt kell mondani ezt, őszintén, hazugság nélkül, mellébeszélés nélkül. Ha nem fogunk mondani ezt, akkor félre vezetünk az embereket, és marad a terrorizmus, és holnap fognak megölni minket, holnap, és holnap után, és holnap után fognak robbantani. Lehet, hogy itt, lehet, hogy ott, lehet, hogy amott. Ha nem vagyunk hajlandó mondani az igazságot, az iszlám és a terrorizmus ugyanaz, vagyis az iszlám újra és újra kitermeli a terrorizmust. Mondom önöknek valamit. A 70-es években, amikor egyetemista voltam, baloldali voltam. Tizenkilenc éves voltam, és a muzulmánok, a fanatisták, mint a skinheadek, amikor valami kongresszus van, vagy találkozás, akkor szoktak jönni találkozni Kairóban, ezért Kairó az arab világnak a főváros. Elég nagyobb arab ország fővárosa, akkor Kairó az nekik a koszban. Akkor jönnek össze, és találkoznak is. Én Kairó Egyetemben tanultam, és jött egy fiatal ember, fiatalabb nálam 2 éve, a neve Usama bin Laden. Mindig oda jött. A neve Usama bin Laden, ez nektek ez legenda. Nem, ez a gyerek, én látom többször. És veszekedtünk, és a többi. Fanatista volt, de nem volt terrorista. És az iszlámról beszéltek. És találkozott ebben a időben Ayman al-Zawahri, aki lett helyettese későn. És én mondom nektek, és amit mondom, teljesen hiteles. Heller Agnes, a filozofus, egyszer volt, vitakozottunk, és mondta Usama-ról, az a gonosz, az a sátán, Usama az a sátán. Akkor felálltam, és rendben tettem a dolgokat. Először én mondom nektek, én dr. Rashwan Muhammad mondom nektek,
Osama bin Laden nem gonosz ember. Ellenkezőleg nagyon kedves ember. Nagyon kedves ember. Nagyon kedves ember. Nem igaz, hogy gonosz. Nem gonosz, ahogy mondta Heller Agnes, az a sátán. Nem. Hanem beteg. Beteg. Aki hitte ebben, az iszlámban, hitte. És végrehajtotta, amit az iszlám mond. Tudjátok, Osama, amikor 18 éves volt, örökölte édes apjától 300 millió dollár. Tudjátok, az mennyi? Tessék szorozni 300 forintban. Ez 90 milliárd forint, ha jól számoltam. 90 milliárd forint. Szép summa. Tudta élni, mint a Marci hevesen. Nem érdekel neki semmit. Elmegy a Rivierába, veszi magának egy villát, nőket, és él, mint a Marci hevesen. Mit kényszerítette ott, hogy ott megy Afganisztánban, barlangban, 40 méter mélyen? Éj! Mi kényszerítette, vagy ki kényszerítette? Az iszlám. Ezért hiszi ebben. Hiszi ebben. Nem Osama a gonosz, nem Osama a satan, hanem ez, az a tanítás, az iszlám. És senki nem mondja ez. Ezért nem mondjuk, nem szabad, megsértünk a muzulmánokat. Ha az igazság, ha tényleg sértenek őket, akkor dögöljenek még. Én dr. Rashwan Muhammad a muzulmán, mondom nektek, ha az igazság, ha történelmi tényeket sértés valakinek, akkor dögöljön meg. Sértjük a muzulmánokat. Jaj, a muzulmánokat fognak megölni. Európában is félek. Félek, hogy megölnek engem, és fenyegetnek engem. Nem Egyiptomban. Menekültem Egyiptomból. Fenyegettek. Mentem Libanonba. Fenyegettek. Londonban. Fenyegettek. És a európaiak is félnek. Vigyázz, ne mondd ez, hogy a muzulmánok megölnek téged. Mi a vajások? Itt Európa kellős közepén is kell félni. Európa kellős közepén is kell nekünk félni. Szégyen gyalázat. Szégyeljetek magatokat. Szégyeljetek magatokat. Én nem félek. Nem ezért, hogy nagy bátor vagyok. Nem. Nem. Ezért, hogy látom, hogy semmi értelme félni. Semmi értelme félni. Ó, ezzel jönnek. És sikerült nekik felemlíteni minket. És kell mondanunk hangosan és egyértelműen nyilvánosság előtt. Ami a magyar kormány akar mondani, de nem tud mondani, hiszen ez nekik nagy felelősség. Itt ez a terület, amit Európának szokás nevezni, ez a terület, ez a zsidó keresztény kultúra területe. Aki nem hajlandó, vagy nem képes tudomásul venni, szabadon távozhat. Szabadon távozhat. Vagy mi fogunk kényszeríteni ott a távozásra. Itt Európában, itt nem lesznek robbantások. Itt nem lesznek kézlevágások és nyilvános kivégzések. Itt nem lesz burka és hijab és niqab. Itt nem lesz Allahu Akbar. Kiáltások, itt nem lesz zsihád,
revidan solva it nameless Islam. It nameless Islam. Is as kalmondani. Kalmondani. Is sajnos keresztények segítenek ebben, hogy a kereszténység busztuljon el. Keresztények segítenek ebben. Akik feljelentenek engem, keresztények. Akik támadnak rám, keresztények. Én. Aki védem a keresztényeket, és védem a keresztény vallást, és a keresztényi értékrendet. Nem vagyok keresztény, de a keresztényi értékrendet. A szabadság, a tolerancia, a másságot, tisztelete, ez mind keresztényi értékek. És ha itt terjeszkedik az iszlám, ha itt terjeszkedik az iszlám, akkor előbb vagy utóbb ezek a értékek fognak eltűnni, és a kereszténység fog eltűnni. Tessék nézni! Tessék nézni, hány keresztény áttér az iszlámra, és hány muzulmán áttér a kereszténységre. Tessék nézni. Tessék nézni a folyamat, és gondolkodni, kicsit gondolkodni. Tudom, hogy ez a tevékenység manapság idegen gondolkodni. Tudom, hogy mindenki enni baja van, gyerekei vannak, akar nevelni, gyerekeket akar dolgozni, akar, nem érdekel neki, de higgyátok el nekem, a veszély világos, és valóságos a veszély. Ez a fekete járvány, amit iszlámnak szokás nevezni, terjeszkedik, és terjeszkedik, és terjeszkedik. És a keresztények mondanak neki, welcome, welcome, jöjjön, jöjjön, gyertek, gyertek. Idióták. Hát, ez az önbusztítás. Az önbusztítás.